Az Erasmus Plus program keretében pályáztunk egy támogatásra, 60 ezer eurót nyertünk egy 12 hónapos programra. Azt gondolom, hogy ennek a programnak a legfontosabb újdonsága, hogy nem az értelmi sérült embereknek, hanem az értelmi sérült emberekkel közösen valósítjuk meg ezt a projektet. Itt ők nem csak a szolgáltatásunk igénybevevői, hanem fizetett munkatársak. Így például a mai nyitó rendezvényt egy bácskatopolyai, a Betesda Szeretett Szolgálat napköziét igénybevevő értelmi sérült hölgy szervezte, nyilván egy támogatónak a segítségével.